Hétfőn este megtelt a Haladás sportkomplexum lelátója a felsőházi rájátszás utolsó fordulójában a Berettyói falugárdája ellen léptünk pályára. A mérkőzés tétje egyben a bajnoki döntő pálya előnye is volt. Huara Calvónak nem volt könnyű dolga a csapat összeállítása korsérülés miatt nem lépett pályára Drót Zoltán, Milos Simics, Dávid Rihárd és Darír sem, míg sárgalapos eltiltás miatt Vas Ádám, valamint Sípos Gergő is kénytelen volt kiadni az összecsapást. Fiatal együttesünk korán hátrányba került, Alasztics Marcelnek pedig sok dolga akadt a találkozón. Számítottam rá, hogy játszani fogok, hiszen a mérkőzés előtt beszéltük a mesterrel, hogy elképzelhető, hogy fogok védeni, nem tudta megmondani, hogy mennyit. Sajnos a Máté sérülése miatt előbb kellett beszálljak. Úgy gondolom, hogy viszonylag jól sikerült a beszállás a mérkőzésbe. Egy nagyon erős mérkőzésre kellett beszálljak, tehát egyből dolgom volt, de szeretem, hiszen így jobban fel tudok készülni a következő védésekre. Egy jó meccs volt, szerintem bárki nézte, ezt tudja mondani. Sok helyzet volt. Úgy gondolom, az első félidőben még kicsit jobban is játszottunk, mint a Berettyó, ahhoz képest, hogy több meghatározó játékosunk ugye sajnos sérülés miatt nem tudott játszani, és így is az első félidőben jóval több helyzetet tudtunk kialakítani, mint az ellenfél, és veszélyesebbek voltunk szerintem a kapujukra. Ez egy jó pont, tehát erre lehet építkezni, és próbálunk a következő pár mérkőzésen, 3-4-5, nem tudjuk mennyi lesz, ezeken olyan teljesítményt nyújtani, hogy a Haladás bajnok legyen idén. A folytatásban felvettük a ritmust, és a játékrész közepére már mi diktáltuk a tempót. A 10. percben Erika Dinész találatával egalizáltunk, majd a 18. percben egy szemfüles akció végén megszerezte első NB1-es találatát Vébarta Dávid, megszerezve ezzel a vezetést. Próbáltunk jól játszani, és mind védekezésben, mind támadásban felvenni a versenyt az ország egyik legjobb csapata ellen. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is, mi fiatalok most tudtunk bizonyítani. Rengeteg játék lehetőséget kaptunk a mestertől. Úgyhogy ebből lehet építkezni, úgy gondolom. Nálunk több volt a sérült, nem tudtuk fizikailag annyira felvenni velük a versenyt, mint ők velünk. Ebbe kerekedtek szerintem fölénk, és ezáltal tudtak diadalmaskodni ma. A térfélcserét követően szép fokozatosan vette át a játék irányítását a Berettyói falu, és ez gólokban is megmutatkozott. Szűkebb rotációs lehetőségeink miatt nagy nyomás nehezedett fiatal játékosainkra, akik az utolsó percekben vészkapussal kiegészülve rohamozták az ellenfél kapuját, mint hiába. A találkozót végül a nagyobb rutinnal rendelkező vendégek 5-2-re nyerték meg. Az eredménnyel nem is, de a mutatott játékkal elégedett lehetett csapatunk vezetőedzője, Huara Calvo. Szerintem nagyon jól dolgoztunk, nagyon jól játszottunk, volt hiba, mindig van hiba egy sportban, mert az nagyon gyors, de szerintem ha már nyerünk, akkor nincs meglepetés senkinek, mert volt sok helyzetek is. Ez mindenki tudja, mit kell csinálni a pályán, az első az betenni minden, ez az a kötelező, ez utána. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon örülök, hogy a fiatalok és a többi játékos, aki nem fiatal, is nagyon jól játszanak. A felsőházi rájátszás pontvadászatát a második helyen zártuk. A döntőt a Berettyói falu otthonában kezdjük május 29-én szombaton 18 órakor. Az összecsapást élőben közvetíti az M4 Plus sportcsatorna.